Jó reggelt kívánok! Üdv a csatornánk! Hiba jelentkezik a következő csodálatos SnowRunner-rel, ugye? SnowRunner-rel. Gyerekek, figyeljetek, tudjátok, hogy hány óra van, amikor felvételt készítek? Fél kettő, hajnali fél kettő, és holnap reggel kellene felvenni a Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videót, reggel 8-kor multiplayert, hát de nem, egyszerűen nem tudok aludni, és annyira rá vagyok függve erre a játékra is, hogy elkezdjem végre, szóval mi csapjunk bele a lecsóba. Arra gondoltam, hogy mindenképp ugye a legelejéről kezdjük, szóval teljesen új, igazából nem is nagyon tud semmit a Keeper erről a játékról, szóval nagyon-nagyon szeretném, hogyha segítenétek sokat. Szóval, hogyha valami fölött elsiklok, vagy valamit nem tudok, vagy aki jobban vágja a játékot, az nyugodtan írjon tippeket, hogy mit kellene csinálnom, hogy kellene csinálnom. Addig ugye ebben az első részben nem tudok másra hagyatkozni, mint igazából amit a játék így mutat számomra, gondolom van egy ilyen tutoriál részszerű dolog, szóval ilyen túltippekben mutatja, hogy éppen mit kell csinálnom. Szóval akkor olvassuk sorba, hogy mit kell, és akkor úgy haladunk, mint az őrület. Figyeljetek, srácok, ugye régen, nagyon régen volt egy ilyen, azt hiszem live-ot csináltunk belőle, talán egy-két órát játszottunk összesen, az volt ugye körülbelül mikor jelent meg a játék, másfél éve, vagy talán kettő is van. Azóta nem is nagyon játszottam vele, szóval teljesen új nekem, gyakorlatilag két napja vettem meg a játékot, akkor még valami törvelzióba próbáltuk valami kezdetlegesbe. Oké, ennyi az előzmény, expozíció megtörtént, akkor vágjunk bele a lecsóba. Welcome to Michigan! Isten hozott Michiganbe, na jó, oké, kicsit nyugodjunk meg, gyerekek, hajnali fél kettőkor, egy kicsit miért pörgök ennyire? Nagyon köszönjük, hogy... Aha. Azt írja, hogy nekünk kellene segítenünk javítani az összedőlt hidat. Jó. Közben meg Sanyi meg neki állt kajálni hajnali fél kettőkor. Tök jó. Tök jó. Bioritmusunk be van állva Sanyival. Na, itt vannak a taskok ugye. Először is neked meg kellene tanálnod a Watchtower-t azért, hogy körülnézzek. Utána nekünk kellene keresnünk egy trackot, amelyik kell lehetséges alapanyagok szállítása, hogy megjavítsuk a... ami szükséges ahhoz, hogy megjavítsuk a hidat. Utána, hogyha megjavítottuk a hidat, akkor elérhető nekünk, hogy elérjük az első garázsunkat gyakorlatilag. Na gyerekek, akkor belevágjunk a lecsóba. Hoppá, hoppá, közben meg mindent sztorizgatunk, meg mesélek. Azt írja, hogy fönn információ remove, handbrake, spacer, a V-vel megnyomja meg a startot, viszont van egy olyan, hogy nyomjam meg az M-et, akkor meg tudom nézni, hogy igazából így kell csinálni, ugye? Mindig mutatja a megjelölt feladatot, helyet, ahova kell menni, ugye? Így mutatja, hogy csodálatos módon. Itt jobb oldalt fent látom, hogy a task van, gyakorlatilag ugye keressük meg a Watchtower-t, és igazából mással most nem is foglalkozunk egyelőre, mert minek? Aha, igen, itt vannak a Watchtower-ek, ugye, hogyha ezeket felderítem, akkor így felnyílik a térkép. Ugye rengeteget Spin Tires-oztunk, meg Mudrunner-eztünk, úgyhogy annyira nem kell bemutatni a tematikáját a játéknak, de azért merőbe újdonságok is lesznek, egy csodálatos dolga. Egyébként frankó fut a játék, ahogy észreveszem, nem ilyen ultra extrémben van, meg nem is 4K-ba tudok játszani, hanem csak Full HD-ba, de képzeljétek, hétfőn érkezik az új alaplap, új processzor, ami szükségetetik ahhoz, hogy még jobb legyen a képer, ilyen szempontból, ha verjük neki ezzel a csodálatos. Mi ez? Chevrolet. A Chevrolet-nek nevezik, vagy Chevrolet-nek? Mindig el soha nem tudja a kép. Na, itt mondja ugye, driving low gear, az azt jelenti, hogy ugye, tudok egy olyat nyomni, hogy Shift-et tudom nyomni, és akkor tudok váltani. Ugye automatában van, tudom váltani felezőbe, tudom váltani hátramenetbe, és tudnék váltani hike-ba, de itt még nem lehet, meg rakhatom üresbe, úgyhogy ez oké. Okay. Figyeljetek, túltipekre, morhára figyel a képer, mert tényleg nem nagyon vágja a játékot, ugye az hogy értsük, várjátok, az összkerék az elvileg, használják winchet, hogyha akarok. Oké, okay, V-vetővel tudom előhozni. Hát azt most nagyon nem akartam volna. Igen, itt vannak a járműnek a... azok a pontjai, ahol ugye lehet akasztani winchet. A... mi az? Mi nevezik azt?
Mi az? Elfelejtem mindig a revét, a magyar revét. Ezért szeretem egyébként, hogyha magyar a játék, mert azért sinabizálom ki a dolgokat, csak így meg ugye annyira beleivódik az emberbe, hogy így összekeveri a... mi az a vincs? Na, összkerék meghajtást kapcsoljak, azt mondja E betűvel, nagyon jól tudom kapcsolni, tök jó, oké. Okay. Aha! Jó gyerekek, nagyon, nagyon megugrottunk, mint a Hortilóval. Jó, oké. Okay. Jó van, gyerekek, szuper! Még annyit akart, hú, gyerekek, nagyon... Hogy megy ez a gép, úristen? Azt a betyár, atyám! Ez nagyon-nagyon vereti! Most miről kezdtem el beszélni? Ja, mi az a vincs? Csörlő. Csörlő. Gyerekek, ez nagyon megy ez a Chevrolet. Ugye ebben a játékban elvileg vannak tipikus scout járművek, amivel ugye így föl tudod térképezni a területet, azzal érdemes ugye feltérképezni, gyorsak fürgék, jó terepjáró képességekkel vannak megállva, például mint ez, ugye van összkerék meghajtásunk. Na. Oké. Okay. A terepről ír, vannak különböző terepviszonyok, ugye van út, van dirt, van mud, tehát ilyen sár, van nagyon mély sár, van water, tehát vizes is lehet, és van köves is, és lehet snow, lehet hó is lehet, ice is, jég is lehet. Csak nagyon tanult, minek nevedik azt a szót? ezt utálom, hogy így olvasol, és akkor fejtsd meg egyből. És felszerelt járművel, és nagyon tapasztalt sofőr, ugye ismeri ezeket, és kerüljük el ne szégyeljük elkerülni a veszélyes helyeket. És vannak különböző utakhoz, különböző típusú kerekek, azt írja a csávó. Már nem kerekek, hanem tires. Gumeklik. Jó, hát akkor elkerüljük a veszélyes helyeket, ne szégyeljük elkerülni a veszélyes helyeket, mert lehet majd annyit szívni ebbe a játékba, mint az atomgyerekek, úgyhogy elég, azt a betyár kirincsel erőre, mint az őrület. Hum vagyunk, mi vagyunk. Üzemanyag törtő áramás, minden járművet megtankolhatunk. Ingyen be. Jó. És még szól a zene is itt. Aha, hosszan kell nyomnom, megtankoltam. Ingyen van, gyerekek, ársapkás. Ársapkás üzemanyaggal rendelkezünk, és a Watch Tower elvileg arra van. Valamennyit ugye játszottam annak, kipróbáltam a játékot, csak megmondom a... Nem is tudom miért nem kezdtünk bele egy komoly sorozatba, pedig aztán Spintiles-be belevertünk meg Mudrunner-be szerintem, vagy 500 rész, de vagy többet, az biztos. Szerintem már mint videót, 500 videót. Hát annyit minimum, szerintem, vagy többet. Na, oké, okay, jó. Oké, okay, megtörtént ez a dolog, oké, okay, nagyon szép munka, felfedeztük az első kilátótornyunkat. Ahhoz, hogy meg tudjuk javítani a hidat, ahhoz kellene egy nagyobb jármű, amivel tudjuk transportálni ugye az alapanyagokat. Nézzük, ezt írja, hogy nyissuk meg a térképet, és akkor frankó lesz. Igen, ennyit ír. Jó, akkor nyissuk meg a térképet. Ez mi? Tudok egy ilyen körbenézést is? Ó, ez tök jó. Ez ilyen nagyon ilyen Assassin's Creed-es gyerekek. Hoppa, ott valamit mutatott. De nézzük meg a térképet, és elvileg akkor ilyen felkiáltó jelenkkel mutatja nekünk, hogy miket találtunk. Ugye? Szuper. Oké, okay. És ugye tudunk, be tudjuk állítani, hogy jutunk el X helyre. Azt nézem, hogy mik vannak, miket találtunk. Igen, és itt van a Trackland. Ugye akkor itt valahogy itt le tudunk menni, és akkor ezen az úton elérünk oda. Itt van egy lumber mill, fűrésztelep, ott van egy trailer, sideboard trailer,
Itt is volt egy trailer, sideboard. A sideboard trailer az mi? Sideboard, oldal deszkás. Az azt jelenti, hogy ilyen van oldala, gondolom, ugye? Jó, ezeket mind marhára meg kell tanulni, gyerekek, mert el fogunk veszni. Na, menjünk akkor. El kell jutni, ugye mutatta most az új taskunkat, ott írja, hogy keressük meg a AR művet, és mutatja is, tök jó, egy ilyen ikonnal. Tudjátok, mit hiányok ebbe a játékba? Minimapot. Miért nincs minimap ebbe a játékba? Nincsen valami olyan mod? Egyébként tök sok mod van, rengeteg már. Ja, lehet, hogy azért is nem nagyon kezdtem bele, mert egyébként ilyen mod buzi vagyok, tudjátok, aztán azt hiszem, hogy régen ugye nem nagyon sok volt, most már jó sok mod van a játékhoz. Viszont ez tök jó scout jármű, ugye lehet? Ja, meg milyen különböző ilyen upgrade-elős partokat, ilyen alkatrészeket tudsz gyűjteni mapon, meg tudsz venni, meg tudod felszerelni a járművel. Szóval ezt az autót is tök át lehet alakítani, mit tudom én, nagy kerekek, offroad, ilyen, olyan, madra. Ez például egy ilyen nagyon alap stock jármű, ezt ugye tök így szét tudod gyúrni. Egyébként a, nem is tudom milyen premium edition, vagy nem is tudom premium, vagy platina, vagy nem is tudom milyen edition vettem meg, amiben benne vannak már DLC-k, meg a Season 1-es pályák, meg nem tudom, hogy mik, de vannak benne dolgok. Most le volt értékelve, majdnem 50%-ra, egyébként 20 ezer forintos a játék, hogyha ezt a Premium Edition, nem Premium Edition, talán ezt veszed meg, le volt értékelve 11 ezer forintra Steam-en, úgyhogy lecsaptunk rá. Highway Truck. Igen, találtunk egy Highway Truckot, tehát egy ilyen utcai járművet, Highway az ilyen autópálya. Igen, ez a jármű, ez terveződött igazából útra. Nincsenek offroad optionjai. Próbáljunk meg nem mocsárba bele vezetni a járművet, meg mély sárba. Még találhatok különböző truckokat. A mapon vagy valahol. Találhatok truckokat, azt mondja. Most akkor nyomjuk V-t, és akkor change-eljünk. Míg vannak attach trailer, stop engine, change truck, delete trailers, az miért? Recovery, elszedjük, gondolom az visszaállítja valahova. Talán ahol, nem tudom, hova állítja vissza. Na mindegy, change truckoljuk. Húzzunk bele, gyerek, na várjál, oké. Ez nem a legjobb truck ehhez a munkához. De viszont várnak minket ez a Steel River Township, vár minket, hogy megjavítsuk a hidat. És akkor meg tudjuk ezt a mapon elvileg nézni. Ezek a kontaktok listet meg tudjuk elvileg, akkor ezek az objektek vannak ugye a mapon, ez map. Ezek a kontaktok, és akkor egy van, ugye meg kell javítani a hidat. És kettő darab feladatot kell érte teljesíteni, le kell szállítani metált, meg le kell szállítani hozzá egy darab metált, vasat, meg egy darab két darab deszkát, és ezt fogjuk kapni érte, XP-t kapunk érte, meg blow weight. Jó, elfogadtam. Oké. Okay. Meg tudjuk nézni, hogy hol tudjuk felvenni azokat a dolgokat, ami szükségeltetik. És mutatja azt is, hogy hova kell szállítani annak a locationjét. Jó. Ide kell szállítani, lefele nyíl, és ott tudjuk felvenni, ahol fölfele nyíl van, ugye. Itt tudjuk felvenni, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, itt a vasat. És igen, itt a vasat kell először. Várjál, és ha rányomok erre. Ott meg, itt meg tudom fölvenni a fát, a lumber millbe elvileg, ugye? Igen. Ó, de jó, így rákattintasz, akkor meg tudod nézni. Mindenről így ír infót. Itt meg a metált. Aha. Ez jó. Akkor metált kellene szállítani, és ilyenkor átugrik oda, jó. A metált kell először szállítani, meg fát. Viszont vannak ilyen trailerek,
amiket, hogy fölvennék. Először is várjátok, menjünk erre, menjünk a metálért. Mert vannak ilyen trailerek a mapon, amiben elvileg tudok olyat csinálni, hogy ezt utána tudom akasztani a berdáknak. Hoppá, ezt nem olvastam el. Jó, ezt ne csináljuk, hogy átlépegetem a dolgokat. Nem, szakad az eső, tök jó. Nem tudom, az befolyásolja, hogy még sárosabb lesz az út? Ugye azt néztük, balra van a város, azt a betyár. Ja, mutatja is, hogy hova kell mennem, mivel ugye a task... Ott jobb oldalt fönn van a feladat. Hogy itt nem is tudom, minek ilyen... Minek nevelik. És ugye metal kellene, viszont erre tudnék utána akasztani talán pautot. És akkor a pauton meg el tudnám vinni a izét, a fát. Úgyhogy egy kanyarral el kellene mennünk, én arra gondoltam. Szakad az eső, de tök jó. Highway... Verda. GMC. A General Motor Company. Csodálatos angolsága. GMC. Ez már nem is létezik, ez talán ez a cég, nem? Ez Detroitban volt. Van egy nagyon jó játék. Van egy nagyon jó dokumentumfilm. Ma érdekel benneteket, hogy mi történt a GMC gyárral, meg igazán így amerikai gazdasággal, így a 2000-es évek után. Hogyan omlott össze az amerikai autóipar, akkor nagyon ajánlom nektek a... Fel van YouTube-on is, az a dokumentumfilm, hogy... Kapitalizmus szeretem. Nem is tudom, Adrian Moore dokumentumfilmje. Másik ilyen érdekes Amerikáról szóló dokumentumfilmje a... Puska kóla, sült krumpli, azt hiszem. Az is egy nagyon jó, az is talán fel van YouTube-on. Egyébként nagyon sok dokumentumfilmet nézek, imádom őket, tök jó. Na, ide kell jönni, ugye? És oda néző, ott van valami, mondjuk azon vannak cuccok. Na, mindegy. Na, várjál. Lehet felakasztani trélet, ugye? Jó, oké. Értettük. De... Azt miért akasztom fel? Az nem is fa volt? Vagy fa volt? Azok nem fa van. Azok valami más kargó van. Na, szép. Oké. Van egy néhány út ahhoz, hogy feltöltsd a szállítmányt. Használhatjuk, tudunk darúzni is, meg tudunk úgy is feltölteni, hogy automatán. De mi a különböző, vagy mi van akkor, hogyha én darúznám? Akkor az több dolgot kapok érte, gyerekek? Vagy több pénzt, vagy bármit kapnék érte? Na, akkor fönn van a vas, ugye? Jól látni, a keeper, hogy fönn a vas. De viszont most le kellene mennem, elmondom nektek, ide a Lumber Millhez le kéne vinni. Így le kéne mennem, érted? És akkor föl kéne vennem ezt a trailert. Hát ezt a trailert, ezt nem tudom, ezt le lehet-e üríteni. De hát ott egy trailer, az oké. Okay. És akkor innen el tudnék menni, egybe ugye a bridge-re kell lerakni. Viszont ezt megjelölöm magamnak, ha majd egyszer van, akkor használjuk. Kipróbál legalább. Tényleg minden részét meg kell ismerni a keepernek, a játéknak, mert úgy tudok például normálisan csinálni. Arra jó. Akkor tudok normálisan például modteszteket csinálni, hogyha van viszonyítási alapom, hogy például egy teherautó, vagy egy traktor, vagy egy terepjáró milyen képességekkel rendelkezik modolás nélkül. Itt most merre kell menni, mutathat. Ja, ott jobbra, jó. Jó, oké. Meg ezeket a funkciókat, meg a HUD-ot is meg kell tanulni, hogy normálisan tudja kezelni a keeper. Tök jó, hogy ez a GMC. Azt hiszem egy csomó fajta trailer van, ott mutatja ugye hova kell mennem, de most én nem oda megyek. Salafintáskodunk, gyerekek. Ó, én nagyon élem ezt, már most látom, gyerekek. Meg elvileg azt hiszem össze lehet szedni a mapon különböző járműveket, amit beviszel a garázsba, bevontatsz, vagy akár föl platón, vagy autómentő járművel, vagy krénnel, vagy bármivel, akkor azokat az maga védévá tudott tenni, úgy emlékszem. Meg egy csomófajta task van. Na figyeljetek, itt lehetne feltölteni. Ott van hátul a trailer, ugye? Ott van hátul a trailer.
Van nekem, rajta is van a fa, nem? Azt hiszem, hogy fa. De ide, hogy beragadok, az biztos, gyerekek. Ez lehet, hogy ilyen izé, ilyen csapda, nem? Ilyen trap. Hogy itt azt hiszed, hogy jó, jó, aztán nagyon nem jó. Úgy gyerekek, itt nagyon szélén kellene eltolatnom a... Becélozzuk ezt a betonoszlopot. Meg az nagyon érdekes egyébként, hogy csomó országba lehet menni, ugye? Például nem csak osz... Ujjjjjjjjj. Ajaj. Ugye nincsen se őszkerék, se difizár ellen, úgyhogy vannak bajok. Nagyon az oszlop mellett. Tehát ez tényleg nagyon az oszlop mellett volt. Ügyerekek! Jó. Oké, és akkor elvileg hogy kell? Vé? Hát a csitőjön. Meg is történt az esemény. És most valami nagy lendülettel ki kéne innen vágódni. Ajaj! Így gyerekek! Jó, még nem, jó, hogy nem mentem bele két... mind a két oldali kerékkel. Akkor lenne volna majd, na, arra kell menni. Franco, és akkor érted? El tudod vinni mind a kettőt? Vajon nyomok egy vét, egy csomó információt, hogy kirit bal oldalt fönn. GMC, MH 95, 9500, azon power... súly, azaz gondolom a teljesítmény súly lóerő akar lenni, hogy mennyire jó az. Az B plusz is gondolom jó szar. Durability az A minusz, gondolom az A az jónak számít. És a fogyasztása az meg B. Aha. Ja, oké. Szóval azt nézem, mik vannak. Ja, és ott írja, hogy a trackon van 2x2 vas. 2x2 vas. Nem, egy vas van, nem? Ja, 2x2 helyes, és egy ilyen hosszú vas van rajta. Ugye kettőt foglal el. A trailerem van 2 fa. 2 kicsi fa. Remélem, hogy az jó. De szerintem jó. Ilyenkor nem tudok, várjál? Amit fölé vittem volna, azt hittem van valami túltip, de nincsen. Na mindegy, verjük neki azt a... Várján, volt ott valami show image, X. De jó, odalén, engine, minden hibátlan. Figyeled, wheel, és minden egyik kerék külön. Wow! Suspension, mikor egybe, gearbox. Ez nagyon, ez kifinomult gyerekek, nagyon. De most nem akarok funkciót, hanem így. Adjál neki! Jó, nagy lendületbe fölmegyünk. Elvileg van belső életünk is. Hú, baszok. Amelyik nagyon jól néz ki, tök kiforrott, megvárjál, hogy... Na, van lámpa. Ez baromi jól néz ki, tényleg gyönyörű. Bár mondjuk ezt a játékot szerintem baróra nem belső életbe kell játszani, hanem nézni kell, hogy... hogy a sárba dagonyázol. Jó, gondolom ez az út, ez még úgy van megcsinálva, hogy ezzel a járművel bőven teljesíthető, de lehet a későbbiekben ez a jármű az olyan szinten felejtős, hogy nem érdemes előhozni a garázsba, mert egybe lelakadsz. Na, nyíl gáz. Oké. Okay. Ja, ugye most már írja, ja, még mindig írja, hogy a vasat kéne leszállítanom. De gondolom nem baj, hogyha elhozom a fát is. Az miért lenne baj? Jajajajajajajajaj. Se difizár, se összkerék meghajtás. Meg 10 liter teszik a baza íze percenként, figyelj. Ilyen keményebb vonulásnál. Elvileg erre. Valami rémlik egyébként, tényleg csináltunk belőle, amikor megjelent egy live-ot, egy live-ot? Ez annyi volt szerintem az egész pályafutásom, meg itt kavarnyáltam, kipróbáltam itt a környéken, de nagyon másik pályákon szinte nem is játszottunk. Jó, akkor ide kellett hozni, ugye? Cargo Management, azt mondja, hogy... Jó. K.
kirakodás. Összeépül a híd? Ó, jó, jó. Stage complete, és akkor most látod, írja, hogy a, hozzam a fát. De most így van már, fa, ne viccelj. Keeper nem volt hülye. Egy, kettő. Wow, wow, wow! Nem voltam hülye. De tényleg, hogyha valamit nem veszek észre, bármi, akkor írjatok. Kettes szintű lettem. Rang kettes. Ilyen mamanő nem szint. Ott van, hogy mit, mi pénzt kaptam, de jó nekünk minden. Oké. Okay. Mindig, hogyha az ilyen kontaktokat, ezt így mondjam, az, attól kapok pénzt és XP pontot. Watchtowerek XP-t adnak, XP-vel tudok unlockolni új driver rangot, és unlockolhatok új járműveket és fejlesztéseket. Meg tudom nézni az F4-nél. Okay. Kettes rankon vagyok. Mennyi járművem van? 4 járművem van, more. Gondolom DLC járművek. Jó, ez oké. Okay. Mennyi pénzt kaptam? Milyen távolságra mentem? 3 kilométert mentünk eddig. És mit csigen 4%, és itt van az összes. Oly, jaj. Hány darab map van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 map összesen? Ez jó, jól értem itt a dolgokat? Ja, itt vannak a kapcsolatok. Ezeket csináltam meg. De ne holba, hanem itt nézzük. Taskok. Truckok. Ja, itt vannak a truckjaim. Na, ezt mondtam, hogy DLC truckokat így kaptam. De valószínűleg egyébként nem fogom őket használni, hogyha nagyon jók. Ne az legyen, hogy valami epic járművel kapásból tudom kezdeni, érted, nem? Szóval mi értelme lenne? Oké. Okay. Keressem meg a garást. Kész, megcsináltam ezt a csodás munkát. Keressük meg a varást. Arra van egyébként, az, arra még emlékszek is. Most látszik a garázsom a mapon. Ó, de elkapta. Jó van. Oké. Okay. Ott van a garázsom? Akkor itt kell végigmennem. Ja, emlékszek itt erre nagyjából. Ugye nem szeretem az ilyen sötétes részt, nem tudok. Ide jönni. Skippeljünk már valami time-ot. Én mindig délután fogok menni. Érdekes, még mindig esik az eső. Ez a Yukon, ez egy ilyen izés. Sivatagos mapban? Nagyon érdekelnek, milyen izék vannak térképek. De haladunk sorba a játékkal, jó? Nem az lesz, hogy pattogunk ide, de bár lehet, hogy azt... Ezt is írjátok meg, hogy érdemes haladni, Michigan megcsinálni, utána átmenni következőre, így tovább. Vagy pedig így pattogni össze-vissza. Gondolom nehézségi szint talán ennek a Michigannek a leg... Könnyebb, ugye? Hát tényleg fogalmam sincsen. Ülj, ki van dőlve a fa. A gázról lesz a szállok, hoppá, és lehet, hogy kerék közé kellene venni ezeket a... Azt a betyár. Azt a sáros részt, hát... Jajjaj. Ne. Azt a betyár. Dörgött az ég, gyerekek. Na, indul meg! Csörlődés lesz, úgy látom. Hát az első keréknek a hiánya... Első kerék meghajtás hiánya azért meglátszik. Taposod a gáz! Taposod, testvérem! Úgy látom, hogy csörlődés lesz. Na! Kezi, ne felejtsem el használni. Az összkerék meghajtást. Haj, használni, csak nincsen ezen a tetten. Na, nézzük akkor egy csörlődést. Úr, mi nincs csörlődés? Ne! Hallod, ez nem baj? Akkor azt hiszem, hogy a csörlőt is lehet így upgrade-elni, nem? De ez nagyon, nem nagyon akar messze csörlőzni, de megpróbálom ide. F-fel tudom húzni. És azt hiszem, hogy erre tudom elengedni, igen. Kiugrik, akkor elengedjük. Oké, okay, most. Jó. Mennyi gyorsabban? Váltsa fölfele.
De nincs ilyen high fokozat, nem tudok, vagy highway fokozat, a H betű lehet, hogy nem is high, hanem highway. Nem tudok arra kapcsolni, neki érdekes, vagy miért nem tudok, az ilyen sötét. Ott egy jármű, ugye ezeket például vannak ilyen taskok, hogy így ki lehet menteni, meg ilyesmi, de most egyelőre azt csináljuk. Csináljuk azt, amit a játék javasol, jó? Csávók. Szerintem azt kellene csinálni. Ilyen farm, ilyen csomó küldetés van ugye. Így az egész mapon szétszórva. Hű, neki kell állni. Csináljuk Michigan küldetéseket, nem? De tényleg nyugodtan írjatok, hogy mit érdemes csinálni. Például nem lenne rossz ugye feltérképezni az egész területet. Mert akkor meg a Watch Tower-ekért kapnék XP-t, meg lehet, hogy vannak ilyen eldugott helyek. A taskokat, vagyis ezeket a küldetéseket, ezeket megkapom az összeset, vagy Watch Tower után nyílnak fel, azt se tudom. Ezeket tök nem tudom, úgyhogy ezeket nyugodtan írjátok. Hát ilyen megismerjük a játékot. Higgyétek, a sorozat végére mi leszünk a prok. Prok. Volt egy olyan ismerősen Prok István volt a neve. Ő nagyon prok volt. Ő egy született prok volt. Ja, ide kellett jönnem, mert. Gyerekek, ezt a trailert, ezt valahol le kéne csapnom, nem? Oh, mi volt ez? Na, garázs. Fölfedezve, gyerekek! Felfedezted az első garázsodat! Azt mondja, hogy fedezem fel a watchtowereket, és csináljak készre ilyen küldetéseket, ilyen kontaktokat, hogy elérjek rewardokat, és keressek és vegyek új járműveket. Jó van, testvérem. Várj, én lekapcsolom ezt a trailert ide, nem kell nekem, nem? Úgy. És itt egy verda, gyerekek. Meg itt van egy. Oké. Okay. Felfedeztünk egy... És egy ilyen fejlesztést is. Nézzük meg. Felfedeztünk egy összkerék meghajtást. Egy járműhöz, ugye? Meg lehet nézni show tracklist. Freestar. És ez pont ez a járműhöz, amelyiket találtam szerintem. Ugye miért elkapja ezeket a tooltippeket tök gyorsan? Nem nyomtam semmit. Jó. Jó, oké. Örülünk neki. És ebbe át tudok ülni, várjál már. More. V. Change track, okay. Meg van sérülve, le van szedálva teljesen. Hogy kell a... Kíváncsi vagyok, hogy... Júj, minden tönkre van menve vele, figyeld. Tank, a kerekek le vannak szedálva, minden, ez egy ilyen roncs. Ez konkrétan egy roncs, de hát akkor ezzel nem igen kell mozogni. Viszont várjál már. Change track. És hogyha ezt behúzom a garázsba, menjünk be a garázsba először, azt akarja, ugye? Ó, örülök neki, elértük a garást, menjünk be. Itt van a garázs! Te azt tudod használni a store-t, upgrade-elhetsz, alakíthatod a járművet, vehetsz és eladhatsz járművet. És el tudsz menni, de el tudsz menni más régiókba is. Jó, oké. Nincsen megcsinálva itt minden. De meg kellene nézni más járműveket. Nagyon örülök neki, jó, oké. De várjátok, most mit akartam? Ki akartam menni, és be akarom mondani. Mi ez? Jó, oké, ezt majd megnézzük. Please travel to Alaska régió. Jó, oké. Menjünk Alaszkába, azt akarja, de én itt akarok még tevékenykedni. Van nekem itt garázsom, és ez nagyon vár rám. Jó, oké.
nagyon jó. Át tudsz menni, de csak garázsba tudsz átmenni másik régióba. Most Alaszkába jöttünk át, de innen szerint én szeretnék elmenni, nem akarok itt. Michiganbe akarok egyelőre még tevékenykedni, gondolom ez nem lehet egyszerű sem. Ez teljesen üres neked, mert még a storage-ben vannak a járműveid. Jó. Itt is elérhetőek. Ugye a storage-ben... Nem truck store-t akarta, storage-ot. És innen le tudnám rakni járműve, mert... De nem akarom lerakni. Meg mi ez az a kettő? Van egyik az 20 ezeret, a másik az 125 ezeret. De ezek nekem ne legyenek! Na ez most így tök könnyű, mi ez a nagy gyög, érted? Bandit. Ez a bandinak a jár, amivel izé. Ez valami 8x8-os csoda, de ez érted? Van difizál rajt, meg összkerék meghajtás. 8, nem akarom. Menjünk vissza, hogy kell visszamenni. Michigan, ugye? És akkor várja, hol volt egy garázs? Oké, nem tudom. De én azokat nem akarom, legyen olyan, mint hogyha az nem is létezne nekem. Hát kapásból nem akarok 8x8-as járművet, hanem ezeket az alapgépekkel akarok szenvedni. Tudjátok, ismertek szerintem már nagyon-e. Jó, akkor most viszont én most innen kimennék, és azt a járművet bevontatjuk. Hát, ha jobb, megnézzük, jó? De jó, hogy nem ugyanott mész ki, mint ahol bemész. Itt te tudod adni a trélereket, és tudsz venni újat, amivel szállíthatod a különböző kárgókat, a különböző árukat, viszont akkor el tudom adni azokat a... De ott is vannak trélerek, azokat be tudom hordani, azt el tudom adni, de hogy miért vannak azok ott? Van, amelyiken vas is van. Vagy azok különböző felcúlt a gyerekek. Aha, az F-fel... Az F-fel tudsz vincselni, anélkül, hogy belépnél erre. Ugye jól néz ki az a gép, az ilyen nagyon... Na, meg van ültetve keményen. Megnézzük mindjárt milyen. Viszont azt kellene csinálnom. Be kéne mennem. Jó. És ki kéne lépnem térképre, és azt is behoznom. Várjál, hol van? Ez az. Ebbe be tudok szállni? Oké. És akkor ezzel... Aha, be tudtam hozni. És akkor van plusz egy járművem. Jó. Meg kéne nézni őket, ugye ezt ismerjük, nézzük meg ezt, hogy mit kell erről tudni. Hogy tudom megnézni? Na, mindig, miért a stort? Storage. Teljesítmény lóerőarány nagyon jó, A pluszos, durability-je egész jó, és tüzemanyag is jó. A suspension-je stock, HGV 42-es kerekek vannak rajta, AVD-je, ez mi ez a kapable? Switchable. Ez bekapcsolható, niflokja van, diffizárja. Hogy ez mi, hogy mi kompatibilisek van, ezt nem nagyon vágom. Képes fogadni egyébként az off-road cuccokat, akkor ezt várja. Ezt kéne megnézni. Nézzük a... Mit... Ujjajajajajajajaj. El is tudom adni az equipmenteket. De ugye ezt szereztünk már. Na nézzük végig. Motor. Isten gyerekek, mennyi minden. Az engine a járművednek a szíve. A legfőbb karakterisztikája az erő. Jó. Többet eszik, hogyha nagyobb ereje van általában. Jó, oké. Van hozzá, de nincsen meg. Sütve írja, hogy hol találod meg, Michiganbe megtalálod ezt. Ezt meg Alaszkába ezt a motort. V6-os motor, úgy de jól. Gearbox. Jó, hát most nagyon nem érdekel, hogy elmondja. De tök jó, hogy mutatja, hogy hol. Wisconsinba találod meg, azt Alaszkába. Offroad. Michigan, az offroad izét tudsz hozzá gearboxot találni. Michiganbe.
Nagyon jó. Suspension. Stock. Ugye alacsonyabb lengés csillapítók inkább lapos felületeken jók, bla 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 bla, ez ugye emelt lenne. Hú, ez az emelt, ez jó is, hol lehet, mert Michiganben meg lehet ennek majdnem mindennyit találni. Tires. Hát ezt is várjuk, gondolom, hogy offroad kerék, meg jó. És azt nézem, hogy 42-es, minden 42-es UAD, gondolom ez látszik, hogy ugye offroadra, meg madra nem annyira jó. Roadra nagyon jó. Csak az a baj, hogy nincsen hozzá nekünk még. Chainer az viszont van? Ja, nincsen. Nincsen, nem, az a baj, hogy nem tudsz, nincsen hozzá még más. Ugye itt is fel kéne... Ja, ezeket unlockolni kell! 6-os szinten unlockolod, látod? Ú, gyerekek! Ehhez meg már 45-ös kerékhez már emelt suspension kell. Jó, hát itt ezeket unlockolgatni kell. Ezeket nem megtalálni. Vincs? Igen, ez az, hogy hosszabb, ugye 8-as, 16-os szinten tudod. Úgyhogy ez nem olyan. Diflock. Ez van. Ez mi a szar? Ez mire jó? Ez mire jó nekünk? Tudok venni hozzá ilyen magas pipe-ot, beszívót. Gondolom akkor jobban, aha, hogyha átvész vízen, akkor kevésbé fog befolyni a víz. Aha, van nekünk izénk hozzá, ugye alapba hátulhajt, tudunk felszerelni AVD-t, összkerék meghajtás, az viszont jó lesz. Ó, és van nekünk izénk, darubaza. Ó, itt vannak a különböző szállító dolgok. Na, akkor igazából föltuningok. Vaj, mi van itt még? Vizuál. Jó, de jó! Lehet vele venni izé dolgokat. Front bumper. Unlockolgatni kell. 13-as szinten. Úristen! Ezek semmi értelme, ezek csak ilyen ideig, ugye? Ilyen disz. Ah, fölnik! Ez mondjuk jó. Hogy kemények legyünk. Ez jó rá. És ez nem kerül pénzbe. Tök jó. Füstés. Ó, de gyerekek, nagyon komoly jogon vannak itt. És belső dekász, hát az meg nekem nem érdekel. Jó, figyeljetek, azt küldetést kellene vállalni, azt meg ugye itt. És itt, ugye? És várjál ma. És ezek mik? Pinewood Express, úristen mennyi izé, úristen. Várjátok, nézzük meg. Csináljuk ezt a Township-est. Azt csináltuk ezelőtt is. Oh. Elveszett konténer. Mi keresünk, nekünk van egy elveszett konténerünk. Jó, oké. Valamit kapunk érte cserébe. Hogy mi ez? Ez nevezek így? Ja nem, ez a revolt. Jó, megpróbáljuk, aktiváljuk. De azt írja, hogy kell hozzá krén. De viszont erre meg tudunk is krént rakni. Mindegy, mindjárt várjatok. Hol vagyunk? És itt be... Oh, igen, jó. És akkor itt volt olyan, hogy Tremondons és krén. Nem elérhető, akkor ezt a küldetést nem tudom csinálni. Jaj, dik. Küldetést akarok csinálni mindenképp, mert valószínű, hogy az akkor ugye felvenezünk dolgokat még. Na nézzük, ez nem volt jó. Az container. Stop tracking. Semmi gond. Várjál, ilyen kofut még ez? Itt a lost container. Fölvetted a küldet? Várjál, nem tudom, hogy többet is föl lehet-e.
nem tudom melyik küldetést érdemes, vagy ezt a fősőt érdemes, hogy melyiket csináljam, tök mindegy, nem? Csináljuk akkor ezt a... Nice on Diesel. Vagy először felfedezzük? Farming tools. Menjünk sorba. Jó? Menjünk sorba. Oké. Innen kell elvinnünk egy trélert? Csináljuk aktívra, oké. Itt kell leraknunk, ugye? Deliver the farm. Kurta inside the trailer. Ezt meg itt találom? Itt ezt kell elvinnem a farmra. Jó, oké. Jó, csináljunk valamit, gyerekek. Nem tudom, ezzel tudom-e vontatni. Ez szerintem jobb lenne a verde. Jó, menjünk ki akkor. Hogy kell? Igarás. Jó, és ugratunk egy skip time, gondolom, ez nem jelent semmit, tehát nekem ez nem rossz. 6 óra, reggel 6-kor, oké? Okay? És akkor valamilyen trailert kell elvinnem a farmra. Elvileg most van összkerékünk ezen. Low gearbe tudjuk használni a diflokot. Az jó. Oké. Okay. Mit kell elvinnem? Melyiket? Azt kell elvinnem. Akkor ezek a trailereket nem érdemes elhúzingálnod, mert akkor utána lesz bajod. Van ez a hátsó csatoló? Van. Mondjuk nem lesz súly rajtunk, az nem biztos, hogy nagyon jó. Hát egy trailer. Ó, gyerekek! Ez jó lesz ez a gép, érzem. Érzem, hogy ez jó lesz ez a gép. Küldjük neki. El kell vinni valami falon. Összkerék, difizár, ezen van minden, figyelj. Igaz, hogy nincsenek rajta, ez egy tire-ok. Franco tire-ok, de... Ez arra van, ugye? Mindjárt megjelöljük az útvonalat, vagy megnézzük. Az olyan messze a szemünk. Végig az úton be a falnak kész, ennyi lesz. Jó. Tudom, hogy ott az a 8x8, és nem akarok ilyen felhasználni, ugye alapban az nincs vele a játékba. Csináljuk ezzel. Ugye összkerekem van meg minden, hát ez a gond nem lehet. Mentett a játék. Hogy van mentés? Tudok menteni? Vagy kilépek, menteni fog ez? Nekik küldöm neki, amin az őrült. Összkerék. Figyelj, ez húz mind az állat, úgyhogy ez jó lesz. Mint a vízfordó lány, úgy húz. Be van kapcsolva összkerék? Ah, most. Jó, hát tudom, gumik. Mi ez? Országot vagy gumi, de azért jó van. Itt van ott valami jó bejárat, tudok egy követni. A első küldetés meg is van. Hát csináljuk sorba őket, az de jól néz ki, tehát figyelj. Stop, ez nem rossz az a game. Eddig úgy le vagyok, kicsit bele vagyok keveredve, tehát mármint úgy mondom, hogy el vagyok vezve, leginkább. Itt láttam egy járművet, amelyik be van állva sárba, nem? Oké. Okay. Ennyi volt, be is mentem, jó. Ez egy touch zone. Hogyha bemegyek, akkor tudok ilyen taskot csinálni. Farming tool. Old farmers. Mit kell csinálnom? Most elfogadtam. Nem fogadtam el? Mi van? És ezt hogy tudom felrakni? Jó, ez nekem nem lesz jó. Manual loading. Nem is tudok választani mást. Jó, ha ott rohadjál meg, akkor sajnos nem foglak vinni. Ezt milyen taskot választottam most? Azért el vagyok követ. Csináljuk a következőt. Wheat harvest. A falamra kell vennem minden bricket, ilyen plankszot, meg metalt. Ez jó van, gyerekek, de... Volt benne... Figyeljetek, ne watch towerezzünk, vagy mit csináljunk? Vigyük ezt, megpróbáljuk? Hát ez nem lesz egyszerű szerintem. Nézzük egy másikat. Ezek nagyon-nagyon durvák. Éj, baze. Jó, akkor csináljuk ezt.
Akkor nem kell nekünk tégla kettő, kell wooden planks, és kell vas. Figyeljetek, ez fölé, hogy ez mögé lehetne akasztani egy... És mi az az óra? Ez mi például? Kaját kéne szállítani. X idő alatt. Mennyit sebződhetsz maximum. Nem tudsz recoverezni, nem tudsz change trackolni. Jó, hát ezt nem fogadom el egyelőre. Viszont nekünk most van egy küldetésünk. És agyalok, hogy lehet, hogy kellene felrakni egy nyerges bontatóhoz egy nyerget. És kellene nekem egy ilyen vontatható trailer. Arra valószínű, hogy sok mindent fel tudnék pakolni, nem? Meg igazából azt szerintem el is viszi. Egész jó a verda. Úgyhogy visszamegyünk. Mondjuk lehet, hogy garázsba lehet ugratni. Lehet ugratni garázsba, gyerekek? Vagy hova lehet? Hogyha... Mert láttam itt olyan, hogy... Recover. Ez hova fog vinni? Garázsba. Jó van, oké. Ez így jó. Ez neked nem került pénzbe? Na, még egyszer recovereljünk. Mert akkor nekem kellene egy olyan a hátuljára. Tudod mi? Milyen vonószem cucc. Mi a szar? Metal detektor? Jézus Isten! Ez meg ilyen izé, ilyen automentő, vagy mi a szar, nem? De Jézus is, ez mi? Ez ilyen rakodó. Aha, itt van a, oda né? Regular semi-trailers, heavy semi-trailers. Akkor legyen a... Az alap, nem? Ez jó. Megvettük, ez ingyen van. És akkor kimegyünk. Hú, ezeket nagyon meg kell tanulni. Próbálkozok, higgyétek el. Kimegyünk, és akkor szerzünk. Nincsen valahol egy ilyen trailer, akkor nem kéne vennem, nem? Meg kell nézni a mapot. Várjatok, gyerekek. Nézzük ki a mapot, hogy ilyen trailer valahol nincs be. Ez az, nem? Hú, de hallod. Ja, ott föl tudnám venni. Ott is van egy trailer, látod? És itt is van egy trailer. Ja, azokat a trailereket mutatja, amiket tudnám vinni a cuccot, ugye? Jól látom? Szerintem jól látom. Csak pont itt nincs olyan. Ha ugye ezt tudnám vinni. De ilyenkor ezt el is vihetem, mert hogy például ugye kell nekünk vinni metált. Nézd meg, itt ezen például az, pont az van. Nem gond, hogyha én ezeket elhordom, most tök meg vagyok lőve, hogy nehogy az legyen, hogy később ez máshova kell. Na, jó, majd ígyük el a gyerekekbe, az egy komolyan mondjuk. Oké. Okay. Ígyük el a vasat. És akkor ez megvan. Jó, oké. Okay. Vasat visszük. Abból egy kell. A wooden planksot azt tök tudjuk honnan kell, ugye a... Tudjuk abból a... mi az? Fűrésztelepről. A téglát ugye még nem szállítottunk. Úgyhogy azt még nem nagyon tudjuk. Viszont ez jó nagy az a... paut. Az ilyen nagy paut. Ez remélem, hogy jó volt a vas. Gyerekek, ez a... Fú, ez... Azért ez nem spintálja a gyerekek, hogy ott a fasztán, oké, vigyél, érte 8-at belőle. Azért ez egy komoly dolog. Ez kerék.
És ez szerintem Odani megérzi, hogy mekkora pótot húz. Jújjúj. Oké, okay, el fogjuk ásni magunkat, csináljuk azt, hogy lóba rakjuk. És akkor tudok kapcsolni neki Nifizárat is, látod? Ugye? Csak ebbe a fokozatba enged Nifizárat, a felezőbe. Mondjuk ezt gondolom úgy van, hogy lehet, hogy fejlesztéssel elérhető lenne más is. Jó, mindegy, Nifizár az kell neki, mert ez barom nagy az a vas. Ez egy ilyen 8 kerekű trailer. Jobban mondhatni 16-nak is a dupla kerekek miatt. Jó, viszont Diffizar összkerék azért tök jó, még hogyha nincsenek is offroad kerekeink. Azért ezt a gépet használom. De hogy kilapítjuk a földet, marha jól néz ki, jaj, de imádom. Jó, nézzünk egy... Úgy, most elvesztettük ugye a Diffizarunkat. De talán itt már nem fogjuk elásni magunkat. Baromi nehéz ez a vas. Kimegyek erre a fűre. Ja, jöjjenek az ötletek, nyugodtan valamit nem jól csinálok, nem jól gondolkozok, nyugodtan jöjjenek. Ugye azért raktam föl a nyerget, mert azzal föl tudom venni a félpótkocsikat, hogyha úgy van. És általában úgy van, Diffizar menjen, mert itt bajok vannak gyerekek. Ez a port, ez nagyon nehéz. Meg szerintem az is baj, hogy nincsen rajtunk súly. Gyerekek, valaki írt, halljátok? Izékon kezdtem fél kettőkor a videót, most csippant a Telegram Messengeren valaki írt. Izékon, bazza. Körülbelül talán lehet fél három. De Jézus, Úristen. Hát, meg vagytok őrülve ti. Azért valami nem csak nekem a rossz a... Ugye jól néz ki, jó sáros. Ez akkor néz ki jó, hogyha nem kapkodom ugye kamerát. Egyébként a kamerakezelés az ilyen spintályos és időkből megmaradt, nem a legjobb. Na, és akkor ilyenkor unloadoljuk. Jó. Akkor már csak a brickkel, meg a woodplanks. Viszont elmondom nektek, hogy ezt a trailert, ezt én nem viszem magammal, hogy ez halál ez a trailer. Ezzel valahol félrejárunk, azt ott rohadjál meg. Ezekben a sárokban meg nagyon nem merek belemenni. Ezt félrehúzom ide, azt itt rohad meg. Hát ez úgy, 8 keréknek olyan ellenállása van itt, hogy ez halál. Na figyelj, itt ez jó helyen van, nem? Oké, ezt húzzunk innen gyorsan, mert ma kipől vadul itt. Automata. Itt átmegyünk a sáron keresztbe. Az a baj, hogy itt olyan mély sár van. Elmegyünk inkább ott hátul. Szíje van itt vágva már. Ez a Michigan, ez ilyen jó sár, mi? Mondjuk az se lehet, hogy jobb a hó meg jéggel. Ja, én a kamera kezelése egyébként néha meg vagyok lőve. Na, gyerekek, elmegyünk akkor tégláért, meg fáért. Lenne egy félpótkocsi, ez egyébként ez a lerbere. Nézzük már meg. A csinálj, törd össze. Egy belsőt. De ezek a belsők, ezek nagyon jók, meg hogy licenszelt járművek végre. Ugye nem az van, hogy ilyen kamunevekkel vannak megáldva. Tök jól működik, fordulatszámmérő, minden, oda nézve. Rohadt jó. Viszont... Nem tudom, hogy tudnánk gyorsabban menni, mert 5 maximum sebességfokozatban vagyunk, aztán megyünk... 20 mérfölddel. Jó, ez megy minden át, úgyhogy tök jó. Ó! Tök jó, tetszik ez a belső nézet, nagyon éle! Jaj, kavics! Híd, ilyen helyen lezugnál, hogy összetörheted a gépedet ilyen nullára. Ezt meg nem kéne. Bemegyünk a városba, ott volt ilyen trailer az egyik portán. Egy ilyen félportkocsi. Azt lekötjük. Aztán arra jó lenne felrakni a woodplanks-et.
meg a bricket, és akkor az meg lenne. Azt a betyárba az. Nézzünk egy külsőt. Gyerekek, trükközünk rendesen, ám oda nézzél. Jóféle, komolyan. Tetszik ez a játék. Hát ezt nem hiszem, mert nem hiszem át. A szar meg van előtt. Mondjuk ez meg lehet mély, mi? Nehogy már, ne! Fölmegyük a városba. Hát minek ez? Itt vannak ezek a izék. Út lezárás. Az egy amerikai kamionna vagyok, igaz, hogy... International... Mi volt ez? Flathead? Vagy mi volt a neve? Pontosan. Ezek nagyon-nagyon retro. Egyébként az Amerikában szerintem nagyon élhet ez a játék. Ez ott körülbelül olyan érzés lehet, mint mi itt egy ifával mennénk. Na, hol volt a izé? Itt látta. Odari, ott van. És tök jól mutatja őket, érted, hogy hol tudsz trailert szerezni. Úgyhogy egy kicsit ugye a HUD-ot így megismered. Mi az a tót? Ott egy watchtower, gyerekek. Ezt mondjuk lehet, hogy föl kéne... Az egy watchtower, ugye? Fel kéne szabadítani. Ez megint mi ez? Komolyan mondom, mik ezek? Felszfedeztem időt. Még egy taskot. Goodbye, várja. Nézzük már meg, mi van itt. Itt is van egy ilyen küldetés, hogy mi ez? Ez mi? Ja, nem, ez egy ilyen task adó. Helyek. Fú, gyerekek. Tényleg írjatok tippeket, mert mit, hogyan érdemes. Nem merek itt elmenni. Jó nagy tau van, meg minden. Csináljuk inkább a küldetésemet, ami most megy, jó? Gyerekek, itt végtelen mennyiségű küldetés van egy ilyen mapon. Lehet, hogy ilyen utat kell csinálni, ahhoz kell ugye hozni anyagot. Most, várjátok, hol lát? Ott menjünk el ezért a félpotkocsiért, haladjunk valamit. Basszus. Táblákat kiviszem az összeset, ne vicceljél. Na, hol van az a félpotkocsi? Még egy utcával lejjebb? Ne bazza, én azt hittem, ez kitűrülő, mint a szart. Igen. Gondolom... Oké, értettem. Gondolom, hogyha... sérül a motor, akkor valószínűleg, hogy kevesebb erőt fog leadni. Ha váltó sérül, akkor meg lehet, hogy ugye kidobálja a sebességet, nem működik jól. Na, hol van ez a... ez a kamerakezelés néha megborít. Oda nézd, az tele van áruval! Jéééédik! Az nekünk jó lesz? Várj, meg lehet nézni, hogy mi van rajta, nem? Mi van rajtad? Na. Van rajta tégla... mi ez? Gumi? Bazen, ez olyan dolgok vannak, amik nagyon nem köllenek. Ezt nem tudom lepakolni. És pont négyet tudna vinni. Nekünk az tök jó lenne, csak te hülyeségek vannak rajta. Ezt nem tudom leszóratni. Sőt, ötöt tud vinni. Úristen, mennyi cucc. Nem, semmi gond, gyerekek. Attach. És ezt nem tudom... Did it trailers, az mi? Unpack cargo, látod? Remove cargo. Ez nagyon nem remove volt, a mi fasz? Oké, remove cargo. Nem nagyon értem, hogy miért nem remove-olja, vagy... ez van tégla, oké, de a többi az nekem nem kéne. Mi az a delete trailers? Ez félek, hogy ez... semmi nem történik, érdekes. Jó, várja, ki kell választanom? Aha, lehet, hogy itt várjál. Remove cargo, és akkor
Na, kell kattoldom. Aha! Legutolsó az a tégla, nem? Az a tégla, jó, az maradhat. Nagyon jó, rájött a képer nagy nehezen. És akkor nekem van ezen, ugye ez a brig van? Igen, van tégla. Akkor kellene nekem tégla, meg kellene nekem wood planks. A wood planks nem van, az oké. Okay. De honnan veszek? Gyerekek. Ez megérzi a gép egy kicsit a dolgokat, hallod? Téglát nem tudom, hogy honnan megyek. A téglát. Meg kéne nézni, mapon honnan a francból szerezek téglát? Ezt mutassa, ott tudom, hogy ott lehet. A téglát az honnan? Honnan veszek téglát? Hm? Itt van valami, ami... Ez mi? Itt van egy trailer, amin van tégla egy. Oké, az is jó, de nem megyek sokra. Itt meg ugye wood planksot tudok fölvenni, de hol veszek? Hoppa, itt a raktár, itt lehet tégla, te hiszed? Itt lehet mindent is. Innen el kell cipelnem a téglát. Ó, te fiú. Ha csak nem mögé akasztom, van egy pót, nem, ez nem lehet mögé akasztani. Mindegy, le kéne menni. Á, gyerekek, itt ez nem egyszerű az, tök messze vannak a dolgok egymástól. Itt le kell mennem, ezen az úton egyenesen, és fököbb a csapnom kettő woodplexot. Erre. Viszont egy téglám hiányzik. Egyébként remélem, hogy itt trailereket így leűrítem, azzal nem lesz baj, de hát ugye föl tudok pakolni máshol. Maximum logisztikai szempontból lesz szar. Gyerekek, van nem gondok. Hajnali 3-kor téglát kell hordani. Na, ez kell nekem. Ismerjük meg kis hazánkat. Azt a betyár, gyerekek, hallod? Hát úgy tol minket az a Fallout lefele, mint az üszök. Jaj! Ezzel beragadok valahol, azt vége a bulinak. De Isten, azt a betyár! Igen, meg ez a legjobb hely. Nek tűnik, hogy szerezi deszkákat, kösz, rájöttem iddel. Na, ide be kéne mennem. Oké. Fargo Manager is, és itt... Aha, ez tök jó. F-load. Oké, ennyi nekem elég. Kettő kell, ugye? Jó. Ha visszafele megyek, mennék. Akkor le is tudok pakolni. Jó, majd csak arra tudok, mindenképpen erre tudok elmenni, oké. Okay. Egyébként nem baj, hogy most már le van terelve a hátsó kerék. Szerintem ez így frankó. Jó van, csapjuk neki, lehet, hogy egy belső nézetet kapcsolunk. Tégla a legvégén, a legnehezebb. Jó, nyomjuk neki, mindjárt le tudom pakolni ezeket, és egy darab téglám hiányzik. Viszont azt meg tudom csinálni, hogy az egy tégláért visszajövök ide. Jó, nyomjuk neki, gyerekek. Na, nem rossz. Csak egy csomó dolgot még nem látok át. Ezeket a fölvehető feladatokat, amik itt-ott vannak, azokat is fölveszem, akkor azok megmaradnak, bekerülnek oda a listába. Nehogy az történjen, hogy az egymást ütik, hogyha többet veszek fel, vagy ilyesmi, azt sem tudom, hogy ez hogy működik. Viszont szerintem jó választás volt ezt a gépet használni, nem a másikat. Na, ugye van összkerekünk, meg van difizárunk is, hogyha nagyon akarjuk, szóval ez tök jó, júj. És viszont ez a trailer, szerintem ez nagyon ilyen közútra való, tehát nem offroadra, mert nagyon kiemeli az elejét a gépnek, nem tud csuklani vertikális irányba, nagyon, hanem csak horizontálisan. És azért ezt csinálja, ugye, hogyha le kellene a gépnek előre buknia, akkor nem tud.
Ajjaj, ajjaj. Ajjaj, gyerekek. Ez egy tipikus, ez benne szokott lenni ilyen, ilyen idiót sofőrös videókban, amikor a trélet ráhúzza valamire a sofőr, vagy bele akar egy autóba, vagy ilyesmi. Michigan, gyerekek, nyomjuk neki. Viszont aszfalton elvileg ez a gumi, ez tök jó, és jó is. Gondolom az offroad kerekik meg lehet, hogy aszfalton annyira nem jók, és ott csúszik meg. Ilyen problémák vannak. Na, mindjárt meg vagyunk ezzel. Ezeket a taszkokat így egyesével meg kell csinálni, gondolom. Itt meg ilyen mocsár van, mocsárvilág. Viszont itt baj lesz. Itt azért elég nagy sár van. És tudom, gondolkozok, hogy ezt dupla pótkocsit, ezt lehet egy csatlakoztatni. Mondjuk tudjátok, hogy lett volna ez tök jó? Hogyha erre rakok egy flatbedet, erre a gépre, ugye tudok rakni platót, és húzok még egy pótot. Az lett volna a tökéletes. Az lett volna a frankó. Oda nézzél, bazzá. Itt is van egy ilyen torony. Viszont ezeket a watchtowereket is ugye, hogyha felszabadítaná a keeper, akkor ugye megmutatkoznának a különböző járművek a mapon. Amiket ugye, hogyha el tudnék szállítani, össze tudnék szedni. Például erre is tudnék egy ilyen autómentő platót szerelni, és ezt föl tudnám csörlőzni. Akkor ugye azokat beviszem a garázsba, akkor már az enyémek. És abból lehet gazdálkodni pénzügyileg. Azt eladod, és akkor vehetsz jobb járművet. És igen, a DLC-seket felejtsük el, amiket kaptam. Azt nem akarom föl... Várjál? Ja, jó. Mondom, hol vagyunk? Jó, kamionozunk, gyerekek, nagyon jó, jaj! Nagyon jó. Egyébként direkt kerülöm az ilyen négyebb sorokat. Inkább egy okosba itt megyünk, ahudal, te. Na viszont ott azt lesz sar. Bemegyünk ide, aztán majd elmegyünk balra. Itt, rá, itt már ugye tudsz kárgózni. Unload, unload, unload. Baszta nem rakja le azt az egy bricket. Ja miért? Mert nagyon hátul van. Nem rakja le. De miért nem rakja le? Azért, mert egyszerre kell hozni a kettőt, nem őrítsen meg, nem hiszem. Nem rakja le azt az egy bricket, hallod? Ja, mert én azt már leraktam, hanem egy kell még, egy brickkel. Egy tégla kell, gyerekek, jaj, te nagyon nem örül a keeper, pedig ez jól erőlne megcsinálni. Figyeljetek, azon agyalók, de tök dur... Júj, de jól néz ki. Azt a begyel, ezek a fények, ezek az nagyon ott vannak. Egyébként azon agyal a keeper. Először is várjunk egy kicsit. Honnan tudok bricket szerezni? Ugye van itt egy darab brickünk, meg van, el tudok onnan hozni, meg onnan tudok. Ugye a raktárból tudnék hozni, meg onnan tudnék. A izé járművem ez. Ez nem tudja elvontatni ezt a pautot, nagy nehezbe. Az itt van a közelbe. Összkerék, adjál neki, figyelj! Rád van bízva, hogy azt a pautot elhozd a brickkel. Leszedjük róla a másikat, mert ott is van valami hülyeség rajt. Merre kell mennem? Csak elviszel, öcsé. Majdnem le... Figyelj, végig lejtőnek kell menni. Meg ezt rá lehet-e akasztani egy... Nem biztosan, hogy rá lehet akasztani. Fogalmam sincs, gyerekek. Merjünk nagyot álmodni. A kis idejével, pick-up-unkkal. Jaj, de ez érdekes lesz. Nem tudom, hogy lehet-e. Tényleg. Megpróbáljuk. Jaj, de viszont ezek a fények nagyon ott vannak. Ez nagyon könnyű lesz. Egyébként mit ír erről? C pluszos. Durability jó. Viszont az üzemanyag fogyasztás az S-es. Az szupert jelent? Az nagyon jó szerintem, ugye. Az S-grade az általában úgy van, érdekes módon, ugye úgy van, hogy A, B, C, D,
ugye egyre rosszabb, viszont az S az ugye az ilyenekben, a grédeknél általában az ott előnő van. Az szupi jó. Az S grade. Megpróbáljuk azt elvontatni ezzel. Jaj, Istenem. Irányítás néha meglepő és mulatságos tud lenni. Jó kis scout jármű. Na, hát ezt el tudom-e? Rohadtul érdekel. Discovered New Trailer, hát nagyon discovereltük. Na gyerekek, ez most baromira érdekel. Nem tudom, de kár, várjál. Mikor nem adja fel bazza. Ha ne szórakozzál, Keeper nem az a fajta. Ülj bazza. Ezt nem viszi ki. Gyerekek, ezt ha túléljük, akkor kezdődik megint a mulatság. Ezt túléljük, akkor minden lesz. Ez gyerekek, ez úgy be fog vágni minket az árakba, hogy öröm lesz nézni, ma most látom. Próbáljuk közelebb boncolni. De ma nem gyűjt közelebb. Get over here! Achievementet megkaptuk. Apám! A pick-up-pal! Ne viccelj! Hallod, ez fékezni kell. Fölökleli. De hallod, ilyen gyorsan még nem volt húzva ez a trailer. Jézus, hülye vagy képer már megint. De nem, figyelj, ami hülyeségnél tűnik és működik, az nem hülyeség, szokták mondani ugye. Viszont lehet, hogy időbe ugratnék. Reggel, jó? Ugye egyébként itt is reggel lesz itt a valóságba képörni. Na, adjál neki, oda néz, ráng a sáv. Tépi az istrángot. Na. Egy belső védetet azért. Hátunk mögött, meg ott a paut, figyeld! Múltkor láttam egy ilyen videót, egy ilyen passzát, vagy nem tudom, mi húzott egy ilyen pautot valóságba. Úgy gyerekek, nagyon tol minket össze-vissza, jaj! Jaj, most lesz a baj! Úr, te Isten! Igen, megsérült a jármű, azt mondja, hát nem vettük észre, mi? Fötyűnt. Azért komolyan mondom, hát működik a dolog. A motor az bazza, ez nagyon durván sérült. Azért az majdnem nyírre sérült. Ha mi történt? Oda kentük ennyire? Nem le... Jaj, megindul a pám! Jézus Mária! Megindul, akkor van baj! Ja, egyébként az egyik egy dobozt lekaphattam volna róla, de nem tudom lekapni, mert ugye nem tudok ráfogni. És így nem tudom kezelni a kargót. Így gyerekek, itt be kéne fordulni valami okosba. Kicsit lassítottunk. Bevisz minket a... pautkocsia izébe. Figyeljetek, nem lehet fölkapcsolni a pick-up-ra, ezért trélet? Hát mit nem lehet? Nem szórakozzá, mindent is lehet. Csak a lejtőkkel kell vigyázni, mert az ideje tud lenni kis hamis. Ha mindjárt úgy vagyunk, gyerekek, jobban szállítjuk, mint hogyha izével vinnénk. Urallal! Uralom a mezőnyt. Meg 3 litert teszünk, gyerekek, nagyon ekók vagyunk. Na, itt lesz a baj, érzem. Na. Mönnyi, mönnyi! Jó, akkor azt hiszem, hogy megérkeztünk. De miért? Rúgjál, indulj! Menjél, fussál! Még nincs nagy baj. Amikor most arra lesz, akkor lesz baj. Egyébként most már eljöhetnék a... Mi nem vagyunk messze, eljöhetnénk a másik géppe. De hát most már ez ilyen challenge kifőrnek, hogy pick-up-pal húzza. Akkor alul egy kerék, abból az egyik felléből kijönne az egész pick-up. Annyi vas van benne.
Itt valahol szétvágtuk a sorat, gondolom, ott, oh, ott, jaj, itt ott lesz a baj. Figyeld. Meg nem is az a baj, hogyha mi belemegyünk, mert mi kijövünk, hanem a paut, hogyha elsüllyed ebbe. Jó, akkor szerintem itt, itt történt meg a... az, hogy Keeper itt megállt. Nem hiszem el, hallod, ez a Chevrolet. Ez nagyon adja. Mennyi barátom, mennyi, ne add föl! Kicsit kellene pumpálni a kerekeivel a trailernek, mert... Na igen, igen, lagymatag. Igen, igen, enged. Jaj, gyerekek, baj, baj. Próbálok nem belemenni a nagy sarba, azért itt oldalt megyek. Ezen, figyelj, ezen lennének ilyen offroad kerekek, ez szerintem nagyon is jó lenne. Mindjárt ott vagyok, higgyétek el, hallod? De most gyorsabbak voltunk szerintem, mint hogy elmentem volna a teherautóval, meg visszajöttem volna, nem? Úgyhogy tök jó. Na, ott az aszfalt, mindjárt ott vagyunk, már gyere egy picit, ne szórakozzál, oda nézzél. Ez szerintem ez ilyen, minek nevezik az olyan gumit, amelyik így minden, mindenféle felületre jó? Nagyon van rajtunk. Egyébként ott egy pick-up barn, azt ki kellene rángatni. Ez valószínűleg akkor miénk lenne, ugye? Csak mivel? Mivel rángassuk ki? Meg hát körül kéne nézni, mert lehet, hogy vannak tök jó gépek. Na gyerekek, mindjárt ott vagyunk a farmon. Oda nézzé. Lendületben vagyunk. De most váltogass, tesó. Nem most váltogass, mit váltogatsz? Jó, innen már minden oké, mert itt van a izai. Akkor kijövünk ugye a géppe. Lerakjuk a félpótkocsit, hogyha nagyon elakadunk, de úgy látom, hogy nagyon-nagyon jól megyünk. Legalább tudjuk, hogy így okosba lehet húzni. Okosba megcsinálj. Fogd meg a sörömféle megoldás volt ez, úgy látom. Na, indulj meg! Figyelj, itt vagyunk a célegyenesben, ne vicceljél, testvérem. Na. Hát olyan széles kerekek vannak azon, te egy Mária. Hát szerintem ezzel a pick-up-pal se hozott valaki pótkocsi cuccot eddig. Annyira hülye nem volt, lehet, nem? Most mindjárt fel fogunk hasonlni, akkor lesz a baj. Jaj, nagy a sár! Nagy a sár! Összecsaptuk az oldalát! Gyerekek, hát Michiganben nem fogok menni nyaralni, az biztos, ma tehetném akkor se. Mi van itt, hallod? Ez... Jó, oké, innen meg... az... Nincsen difizal. Az a baj, hogy elsüllyed a trailer, akkor is ugye baj van. Mármint akkor is ugye nagy az ellenállása a sárba, a kerekeknek. Ja. Figyeljetek, szerintem elengedjük. Kis lőttünk, hallod, így mint a felhúzott csúszligumi. Jó. Ha viszont át kéne ülni a bagébe, azt simán megtudom itt is, ugye? Fleetstar, nem Fleetstar, hanem Fleetstar. Ezzel menjünk odébb. Én behúzom ide hátra. A gyerek kigyűjtöm a izéket, a platókat. A platókat nem tudom vissza teleportálni, vagy valami. És akkor ezt le kéne csatlakoztatni. Úgy. Okay. Ezt meg akkor ugye behúzom és kész. És meg is vagyunk. Na, idős forrótók szerintem bővednie. Úr, ez már megint olyan játék egyébként. Írtam, vagy olvastam, hogy ilyen nagyon addiktív. Vagy ilyen, minek nevezik azt? Nagyon-nagyon. Bazeg, Q-val akarom mindig fölcsatlakoztatni eskü gyerekek a trailert. Szerintetek melyik játékból való ez?
Hát látod? És már is csak ennyit kell húzni, és ma meg is van a küldetés. Mindjárt jön az a zene. Vagy valami hasonló, ugye? Ilyesmi jött? Cargo management, oda néző testvére. Megcsinált a Keeper, gyerekek. És lett egy csomó zsetonú. Viszont én azt mondom, hogy a következő részben fel kéne deríteni róla. Gyerekek, hallod, annyi trailer van itt ma, mint az állat. Pautkocsi hegyek itt vannak, a. Ugye itt ezt is le, ide is dobom. Ezt akkor majd lesz három, hallod? A farmon gyerekek, ide húzkodom az összes. Ez lehet, hogy nem jó, hogy tényleg kíváncsi vagyok, mit írtok, hogy hogy érdemes ezt csinálni. Aztán akkor úgy kellene, nem? Viszont ez a gép, ezt bírom, ezt élem nagyon, ez biztos, hogy sokkal jobban vannak, ezt gondolom még jó szar. De ezek már vannak ugye offroad képességei, de hogy belát a sárvakig? Rohadt jól néz ki. Na, köszi szépen a figyelmet, jó hosszú videóval rikkentett már a Keeper itt első nap, a első részbe. Folytatás következik, első rész fölvéve. Sziasztok!